rendhagyó színtérben az Aranybulla 1222-es kihirdetésének helyszínén a Csúcsos hegyen idézték meg a koronázási szertartásjáték keretében a tragikus sorsú IV. Kun László uralkodásának történetét. Szikora János rendezésében megélhettük László a törékeny gyémánt elátkozott sorsát, amelyet a csillagokba írtak. Egy drámai előadás az nem egy lexikon, az nem egy YouTube csatorna, nem egy Google, hogy minden benne legyen. És akkor mi ebből a legfontosabb, mi a leglényegesebb? És igazából a nehézséget az okozta, hogy folyamatosan pucoltam belőle ki az információkat, mert arra gondoltam, hogy akit megragadott ez a sors, az majd utána néz, és megismerkedik életének azokkal az epizódjaival, amit az előadás nem jelenített meg. A tízesztendősen trónra emelt Kis László bűnbánó gondolataitól a gyermekkor szörnyűségeit végigkísérő történet, az eszmélés pillanatai, a gátlásokkal küzdő király tragikus életét Kézai Simon leírásából ismerhettük meg Mihály Győző hiteles előadásában. László tragikus sorsú. Valaki azt mondta róla, talán a Simon, a Kézai írta róla, hogy szóval nagyobb vagy fontosabb és nagyobb király lehetett volna. Egyszerűen szerencsétlen volt a sorsa. Mindenki meghalt mellőle, már gyerekkorában, fiatalkorában, rossz kezekbe, vagy rossz társaságba keveredett. Igazából nem volt elég keménykezű. Sarádi Zsolt számára kivételes lehetőség megmutatni a folytó fekete éjszakába vezető utat, a keresztényként kunná váló, majd a szentőrzők nyomába visszatérni vágyó király vívódásait. Mindenképpen próbálkoztam azzal, hogy hitelesen megmutassam, amit tudok ezen a szerepen keresztül. Hát Kun László attól kettős, hogy igazából őt gyűlölték a magyar nagyurak, ezért kellett elbújdosnia mindenfajta kunsátrakba. Az utolsó előtti Árpádházi király koronázása számos meglepő és életével kapcsolatosan kevéssé közismert tény bemutatása mellett izgalmas történelmi összefüggések megidézésével is megajándékozta azokat, akik szerették volna megismerni IV. Kun László életét.